Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. A műsor első felében a mennyasszonyoknak kedvezünk, az esküvői dekoráció és gyűrűtrend is szóba kerül majd. Beszélgető társaim különböző témákban érkeztek, de ma vendégem lesz Török Tíme, a pszichológus is, akivel a Boldogság Világnapja lesz a téma. Elsőként azonban az esküvői fotózásról és videózásról beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióba Janics Attilát és Borsi Zoltán. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Nos, hát hamarosan ki lesznek írva a titulusok, de azért a nézőknek mondjuk, hogy Attila, te fotózol, Zoli, te leginkább ugye videókkal, verkfilmekkel foglalatoskodsz. Először nézzük a filmes részleget. Mennyire változott meg az elmúlt években a trend? Hiszen emlékszem, mikor gyerek voltam, és mondjuk elmentünk egy lagziba, akkor végig ott volt a videós, forgott a kamera, forogtak a percek, órák, és tényleg, amikor megkaptuk még kazettán, VHS-en az anyagot, akkor én nem tudom, egész délután meg este csak azt néztük, mert egy 8 órás felvételek készültek. Még nem, már nem divat ez, ugye? Hatalmas változáson ment keresztül az esküvői videózás. Hát ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy pár év múlva highlights klippeket fogok vágni, vagy a klippeknek külön előzetesen, mint a mozifilmeknek, tehát külön előzetesen lesz, akkor azt hiszem, hogy mosolygok egyet, vagy furcsán nézek rá. Nagyon átalakult az esküvői videózás, az operatőrök ugyanúgy ott mozognak az esküvőn és dolgoznak, de teljesen más eszközöket használnak, és teljesen más végeredménye lesz. De akkor már nem divat ez a 8-10 órás anyag? Hát a 8-10 órás az nem divat, de egy hosszabb eseményrögzítős anyagot azt mi is el szoktunk készíteni. Tehát azt gondolom, hogyha az ifjú pár rengeteget készül az esküvő napjára, nagyon sok vendéget meghívnak, egy nagy felfordulás, és ezt nem lehet letudni egy 3-4-5 perces klipben. Úgyhogy de most már ez a divat, ahogy te is említetted. Így van, tehát a közösségi oldalak megjelenésével ez jött, tehát nagyon könnyen megosztható, videó megosztókra felrakhatók ezek a klippek. Tehát nyilván néhány percben végig lehet nézni egy nap eseményeit, de a család az igényli azt, hogy legyen egy hosszabb változat. Az, hogy most ez 3 óra, 4 óra, az már ugye az esküvőtől függ. Ahol látszódik a húsleves, a főthús, hát, a töltött káposzta, és minden, amiért ugye a fontos küzdöttek, események. A fontos események, persze. Fotózásnál te mit tapasztalsz? Mennyire lazult, változott a világ? Én úgy gondolom, hogy, ahogy a kollégám elmondta, az esküvői fotózás is egy hatalmas változáson ment keresztül. Ezt évről évre tapasztaljuk. Minden évben van valami új, trendi. Na, én pont ezektől a trendiktől szoktam óvakodni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a trendi, ami neked tetszik. Ne mondják meg, hogy mi a trendi, hogy mi az, ami neked tetszen. Annyi mindennel mossák az ember agyát a 16-9-es képernyőn keresztül, hogy szerintem, hogyha valakinek van egy elképzelése, és azt ő szeretné megvalósítani, akkor igenis hagyni kell, hogy őt ebben kibontakozzon. A mert trendi hiszen... őrület lehet akár az, hogy pár évvel ezelőtt láttam ilyeneket, hogy a mennyasszonyok az erdőben, vizes, koszos körülmények között szétszaggatják a saját ruhájukat. Ez a trashy dress fotózás, amiről most igen, beszélsz. Köszönöm. Ez ugye a tengeren túlról érkezett hozzánk, mint oly sok minden agyrém. Ez egyébként nem egy rossz dolog. Ez azt szoktam mondani, hogy ez egy jutalomjáték az esküvő után, amit a párok, illetve a fotós is, én jó magam nagyon, nagyon szoktam élvezni. Azt mondom neked, hogy talán 10 párból egy, vagy 10 párból fél, aki azt mondja, hogy ő ezt igen bevállalja. Természetesen ehhez olyan ruhát hoznak a mennyasszonyok, amit mondjuk megvesznek pár ezer forintért. Mm. Tehát itt nem a 200 meg 300 ezer forintos ruhákat teszik tönkre, mert képzeld el, mikor visszavinnél a kölcsönzőbe egy ilyen ruhát, és meglátná a kölcsönzős, hát szerintem szíminfarktus kapna. Ez jó dolog egyébként, csak ebbe is el lehet menni a túl-túl-túl, és át tudunk esni a gics oldalára. Beszéljünk arról is, bocsánat, nagyon sok mindent ti is hoztatok ide a stúdióba, hogy a kivitelezés vagy az átadása a végeredménynek az is változott az elmúlt években. Te mondjuk egy filmet hogyan adsz át az ifjú párnak, vagy akár ugye a fotók hogyan kerülnek hozzájuk? Meséltek erről, Zoli? Hát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb adatmennyiséggel dolgozunk, teljesen átmentünk a digitális irányba, tehát szalagok már kikoptak.
a HD az most már alap, tehát minden, azt gondolom minden esküvői videós HD eszközökkel dolgozik. Az anyagok átadásában a DVD lemezek, azok ugye nagyon elterjedtek egy 10-15 évvel ezelőtt, tehát mindig, még most is használják, viszont sokkal nagyobb felbontású anyagokkal dolgozunk, mint amit a DVD-k meg tudnak jeleníteni, ezért jöttek újabb formátumok. Most én azt gondolom, hogy a felhő szolgáltatást használja nagyon sok szolgáltató, tehát egyszerűen feltöltik egy szerverre, ez elég személytelennek gondolom én, viszont a díszdobozos pendrive-ok, a nevesített egyedi pendrive dobozokon való átadása szerintem most terjed. És vannak a különböző fotóalbumok, mint például ez a nagy könyv is, mindjárt megmutatják a kollégák. Ez miben másabb, mint mondjuk régen előhivatni 100 fotót, és akkor ott lapozgatni az egyszerű kis albumot? Hát megint csatlakoznom kell az előttem megszólalóhoz, hogy én is személytelennek tartom ezt a törzs fel valahova egy szerverre, és aztán majd onnan letöltöd. Amikor ugye mi is digitális technikával dolgozunk, tehát digitális formába adjuk át a fotókat, én is úgy gondolom, hogy egy szép díszdobozos pendrive-on, adathordozón hívjuk, ahogy jól esik, átadni a fotókat már egyfajta személyesebb dolog, de amikor egy fotókönyv készül, ami ugye abban különbözik a régi bedugdosós albumoktól, hogy ezt ugye megszerkesztjük egy program segítségével, és tényleg olyan, mintha az ember bemenne egy könyvesboltba. Ezt hagyj mutassa már meg közben a kamerának, hogy ez milyen, mert ez nem rendes lap, tehát hogy ez mire készül? Igen, ez egy nagyon különleges, exkluzív fotókönyv. Egyedi, tehát a párokkal együtt külön én leszoktam ülni, és tényleg mindenki a saját ízlésének megfelelően tudja ezt összeállítani. Olyan, azt szoktam mondani, olyan, mint amikor az ember új autót vásárol, nem kell kompromisszumot kötni, mert te választod ki a metálfény, legyen, ne legyen, legyen benne szövet, ne legyen. Itt ugyanígy van. Leülünk, és akkor szépen előveszik a brosúrát. Átnézitek, hogy mi lehet. Borító, papír, forma, minden, és akkor a végén születik. Rengeteg mindenről tudnánk még beszélni, bocsánat, csak másfél percünk van, és engem az is érdekel, hogy ugye a technikai fejlődés mondjuk azt is eredményezte, hogy mondjuk már egy-egy videó készítésénél már olyan eszközöket is bevetnek a stábok, mert mondhatni a stábok, mint például a drón, a GoPro, és még sorolhatnánk, Osmo és társai. Nagyon érdekes és gyönyörű szép felvételeket lehet ugye készíteni, de mennyire kreatívak a párok? Ti ezt hogyan látjátok, akár a videózásban, vagy a fotózásban? Én azt gondolom, hogy nagyon sok függ a használt eszközöktől, a vágástól, viszont nagyon-nagyon kell a pár hozzáállása. Tehát én azt szoktam mondani, hogy másodlagossá tud válni a helyszín, másodlagossá tud válni az eszköz. Sokkal fontosabb, hogy azok az érzelmek, amik az ifjú pár között nyilvánvalóan vannak, ezek megmutatkozzanak, felszabadultak legyenek. Úgyhogy mindenképpen kell ez a fajta laza viselkedés részükről. Attila, te mit tapasztalsz amúgy? Mennyire kreatívak, mennyire találják ki esetleg a helyszínt? Fontos a pár, ha a pár egy picit lazább, akkor nyilván nekünk is könnyebb dolgunk van. Fontosak az eszközök, amikről nyilván tudni kell, hogy vannak videózásba és fotózásba pro, illetve nem pro eszközök. Én úgy gondolom, hogy akár az esküvői filmezés, már most már inkább filmezésnek hívom, és fotózást egy önmagára adó szakember pro eszközökkel dolgozik, de ezek csak eszközök. Az eszköz mögé kell az ember. Kell az embernek a kreativitása, mert először is minden fejben születik meg, és utána rögzítjük kép vagy film formájában. Ó, micsoda végszó! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megmutattátok azt, hogy hogyan dolgoztok, hogy mennyire változott meg éppen a trend, én pedig átsuhanok a Weekend másik díszletébe, hiszen a dekoroké lesz a főszerep. Vendégünk Vadas Józsefné üzletvezető, tulajdonosa Vadas Virágnál. Szervusz, Erzsike! Üdvözöllek! Jaj, nagyon sok minden, gyönyörű szép dolgot hoztál ide a stúdióba, de hát akkor nézzük, hogy mennyire változott meg a dekor világa az esküvők terén. Mi az, amit szeretnek a párok mondjuk a helyszínen látni?
elsősorban a fényeket emelném ki, ami az elmúlt években, sok évre visszamenőleg egyáltalán nem jellemző, most meg elengedhetetlen, hogy a háttérben fény legyen, a bejáratnál fényoszlop, a mennyezetről fénycsapok, ha bár rész van, vagy koktélos rész, nagyon-nagyon kiemelve, fényjátékkal dolgozunk, ledekkel, spotokkal, bármi, amire igény van, de mondom, elsősorban, ami nagyon nagy változás, hogy a lufit teljesen kiszorította a lampion, mennyezeti díszítésnél, tánctereknél, régebben előszeretettel használtuk a lufikat, hátterekben a lufi szív, lufi kapuk, ezek már egy-két évre visszamenőleg teljesen elmaradtak. Akkor most már a fényfüzér, a fényoszlop. Fény, és az összhang nagyon fontos, hogy most már igénylik a párok, hogy el is fogadják a 30 éves tapasztalatot, hogy több ezer dekorációban és mögöttünk. És ha már a fényt említette, több fényes dolgot ide is hoztál. Egyrészt lent is van egy fényfüzérünk, illetve a másik kerekasztalon van egy kördísz, azt hova ajánlod? Mert az egy szép kompozíció. Páli terítéseknél, ahol nem szeretik a túl magas, az ilyen mondanám ezeket a túl magas kiemelt díszeket, akkor szeretettel használom ezeket, hogy hidrokristály, egy kis LED fény, egy kis csillogás, mert a báli terítéstél a körasztaloknál középen lehet nyugodtan nagyobb kompozíciókba gondolkozni, akár még kiegészítve élő borostyán füzérrel is, mert ott mindig vannak olyan kihasználatlan helyek, amit a dekoráció szempontjából szenzációs jól fel tudunk használni, de a magas kompozíciókat Ez, ami igen, itt ettől van. Nem szoktam túlzásba használni, csak egyéni kérés alapján még magasabb, meg még magasabb vázákat, azok inkább egy svéd asztal közepére, de ahol szembe ülnek a, hogy beszélgetni is tudjanak, igen. A teljesen alacsony kompozíciókat is úgy vettem észre, hogy háttérbe szorultak, hiszen ha fel is tesszük 10-1 forma nagyon szép, mutatós, de nem látszik. Mert mire fel van téve a szalvéta, a poharak, az italok, ha mondjuk csak teljes lapos kompozíciót teszünk, akkor az nem mutat. Én közben itt azért pakolászok, mert a következő kérdésem a színekkel kapcsolatos, de hát hihetetlen mennyiségű dolgot lehet itt is látni. Vannak amúgy trend színek? 2017-ben mi lesz a sláger az esküvőkön? Türkiszezüst és piros-fehér. Mondjuk ez a A türkisz szín, és most megint visszajött. Egy időben a bordó volt, sokáig, az 3-4 éve lecsengett, és most a piros, piros-fehér, piros-arany, kalocsai kiegészítővel, tehát minden, ami a piroshoz kapcsolódhat, a türkiszhez a menta zöldet is kérik, az ezüstöt, tehát a türkiszhez az ezüst, egy alapszínhez nagyon sokszor kérik a csillogót. A csillogó, tehát igazából úgy veszem észre, hogy szeretik az ifjú párok, hogy csillogjon, villogjon valami az esküvőn. Ez egy kis köszönő ajándék. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy elkezdtem itt nézegetni, hogy ugye most már elengedhetetlenek az esküvőkön a köszönet ajándékok, vagy köszönő ajándékok, ki hogy említi őket. Különböző félék lehetnek. Én itt most látok egy sörnyitót, ami nagyon vicces szerintem, és akkor rá van írja, hogy köszönjük, hogy velünk ünnepelsz, XY, és akkor dátum, illetve van olyan, ami egy kis tülanyagba, egy kis bombon vagy valami. Hogy ez kié lesz, még ők ezt nem is tudják, hogy ajándékba fogják tőlem kapni. Akkor nem mondjuk meg. De nyugodtan lehet. Tehát ahhoz a lehajtott szalvéta harmonizál, a székmegkötő harmonizál, az asztalcsikok, tehát minden, ami a választott színvilág, annak megfelelően állítom össze a virág. És milyen ajándékokat szoktak amúgy a párok? Mert nagyon... ugye volt most a sörnyitó, ami mókás, ez a kis bombon, amit tényleg elnasizik az ember, mondjuk még a vacsora előtt. Például ehhez, majd beszélek erről a natúr jellegűhöz, a kézzel horgolt kiskosár, kézzel horgolt szalvéta gyűrű, damasz szalvéta nevükkel feliratoztatva, de ezek a drágább kategóriába tartoznak, és szeretik azért, hogy legyen, mutasson, kedveskedjenek vele, de árba
legminimálisabb. Mm. És azért ezeket a kis apróságokat szoktam kitalálni, amilyen színnel dolgozunk, olyannal, ezeket én készítem személyesen, ez például egy nyalóka. Az is egy nyalóka, ötletes. Csak mégis be van csomagolva, majd oda kap egy kis nevet, igen. És akkor a tányér mellé a szalvéta mellé. Ami megelengedhetetlen, hát ugye a mennyasszony és vőlegény asztala tájékán az a pezsgős pohár, igen. Hiszen nagyon sokszor ugye kocintanak az igen. Est folyamán. Megmutathatom ezt igen, a két poharat? Igen, nagyon megköszönném, mert ezek az újdonságaim. Ez csodaszép amúgy. Nagyon sokszor ugye feldíszítik a poharakat különböző mennyasszonynak, vőlegénynek. Az is gyönyörű, amit te fogsz. Az ugye egy másabb stílusú. Igen. És a dobozt említetted, ahova előre raktad ugye a poharakat. Az milyen doboz? Pénzes doboz. Pénzes. Aha. Ebbe dobják a nászpénzt. A táncnál meg nagyon nagy divat most már, hogy előre borítékba kapják az ajándékot, hogy abban mi van az. És akkor ez le van téve az ifjú pár. Azt talál a különböző minden színű dekorációhoz másfajta dobozon van. Piroshoz szívecske, csipkékkel, gyöngyökkel, naturabbak, visszafogottabbak, kosárka jellegűek, de az a lényeg, hogy olyan, amit igazából majd valahol kivágnak. Mert nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye, de engem az is érdekelne, hogy mennyire mondjuk úgy nyitottak a mostani megyebeli nyíregyházi fiatal párok, tehát ahogy te is mondtad, hogy most már levetkőztük a bordó szint és a lufit, de amúgy mernek lazábbak lenni? Igen, na, sőt, egy kicsit talán még túlzásban is, mikor igen. jönnek a fekete-zöld, meg nagyon-nagyon elvont dolgokkal. Az igazság, hogy leszoktam beszélni a túl merészről? Még nem is az, hogy merész, hanem nem odaillő. Uh-huh. Nem odaillő, nem esküvőhöz pászoló dolgokról. Ez főleg itt a fekete színű dekorációnál volt, hogy elvitte volna az esküvő hangulatát, és nagyon szeretek személyesen elbeszélni az ifjú párral, tehát általában telefonos érdeklődés után megbeszélünk egy időpontot, bejönnek az üzletbe, és részletesen kapcsolom a tévét, nézik a képeket, mutatom a könyvet színenként, az egy kis eldobó csoport. Igen, azt nézem, hogy most már ezt úgy fogalmaztad, vagy úgy mondhatod, hogy eldobó az csoport, tehát ez nem a fő, hanem nem. tényleg az, hogy ki lesz a következő. Igen, tengerparti esküvőre, mert ez polifonvilág, sejemvilág, de ebből gyakori is... amúgy, hogy ilyet igen, választanak? Igen, minden tehát alkalommal nem eredeti viszik. Virágot, vágott virágot? Azért, mert általában előfotózás van. Uh-huh. Előfotózás van szerdán, kedden, csütörtökön, ahogy a frizura próba megvan, akkor csinálnak előfotózást, és ahhoz szoktak választani különböző csokrokat, ez csak egy kis kísérő, ez a kísérő kislányok kezébe való. Például, amikor 5-6 kislány van, kapnak hozzá egy-egy kardíszt. Milyen szép, igen. A fiúk egy-egy ilyen nagyobb, mutatósabb kitűzőt, és akár ez a vőfészalaggal megtuningolva, feliratozva, igen. És ezt a szaténsejen virágot is minden színárnyalatban, amilyen a dekor, olyannal készítem, olyannal rakom össze. Nagyon fontos, hogy a szülőket mikor köszöntik. Az anyukák, ők általában az élő virágot kapják, de most már az uraknak most az már uraknak, lehet. Igen, az egy uraknak kis pezsgőt, egy kis feliratozott bort, pezsgő, és igen. Akkor ezt is megszoktam egy kicsit tuningolni, egy kis galéra. Nagyon ötletes. Én köszönöm szépen, Erzsike, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Maradj még velünk, és hallgass meg, hogy mit beszélek Papatillával, ugyanis ő vele pedig a gyűrű trendekről fogok értekezni. Szervusz, Attila, üdvözöllek. Jézusom, mennyi értékes dolog van itt! Nagyon szép dolgokat hoztál. Mennyire változott meg amúgy a gyűrűk terén az elmúlt években, így az esküvő körüli lufi fellek, te mit veszel észre? Persze minden változik, az ékszer divat is változik. Ugye kezdődik ott az ékszervásárlás, hogy először egy lánykérő gyűrű, vagy a térdenállós jelenethez elengedhetetlen. Egyre inkább előtérbe kerül a fehér arany, ami korábban azért ez nem volt jellemző. A szélsőt elkérhetem, az fehér arany, ugye? Ez egy fehér arany, és megmutatom itt a kamerának. Díszítve. A gyémánt is egyre inkább előtérbe kerül, aki megengedheti magának egy tartós, egy igazi generációkon átívelő értéket kap a gyémánt által.
és nagyon sok fazon van cirkóniakővel díszítve, ezek is nagyon tartósak, nagyon szépen ezek csillognak. Ezek azok amúgy, ez így az egész van. Tálca, ezt meg emelhetem, hogy egy kicsit megdöntve talán jobban érvényesülnek ezek az ékszerek, jól tartom, vagy pont fordítva most nézem? Jó, így, de jó. Uh-huh. Ugye ezeknek a kiválasztásánál nagyon fontos, hogy ismerni kell a hölgyet, aki majd viseli, és annak a hölgynek a stílusát, illetve a egyéniségét kell eltalálni. Van, aki a szolidabbat egy kővel, van, aki a több csillogókővel díszített feltűnőbb fazonokat szereti. Ebben segítünk mi, hogy megfelelő választás legyen. Még a kérdés olyankor mindig a méret, ha ezt esetleg nem találtuk el, azt utólag azért lehet korrigálni. De minden esetben köves legyen a jegygyűrű? Hogyne, persze. Uh-huh. Tehát persze. Ez majd, hogy nem elvárás azért. Igen, igen, ami nem köves, az már nem erre az alkalommal uh-huh. szolgál. És amikor a válasz pozitív a részéről, igen, akkor jönnek majd együtt, ezt már ketten választják ki. Nem egyeztettük a kérdést, már bocsánat, csak engem érdekel, hogy amúgy van. Igazából ilyen kötelező kör, akár mondjuk, hogy az eljegyzést követően nagy átlagban mikor kell, hogyan kell megvásárolni esetleg a karikagyűrűket, azt melyik újon kell viselni, akár mondjuk az eljegyzési gyűrűt, a másik gyűrűt, tehát gondolom ebben sokan azért nem jártasak, és biztos, hogy sokan megkérdezik tőletek is, hogy akkor most a bal oldalra húzom, jobb kézre, vagy hova? Igen, van egyfajta szokás, ezt ugye mindig mondjuk, hogy az esküvő után a jobb kéz gyűrűs ujján lesz majd a karikagyűrű, és általában most már nem divat egymás mellett hordani, sokkal kényelmesebb viselet is, hogy a másik kéz gyűrűs ujján lesz majd a kísérő vagy a lánykérő gyűrű, és ugye a két kéz nem egyforma, ezért ez mindig fontos, hogy hol, melyik ujjon, melyik kézen lesz majd, és azt ugye tartósan, biztonságosan kell hordani, ezért nagyon fontos, hogy eltaláljuk, vagy ha nem találtuk el, utána korrigáljuk a méretet. És hogyha eljutottunk odáig, hogy elhangzott az igen, felhúzták azt a köves gyűrűt, eljegyzési gyűrűt, akkor tényleg jöhet egy idő után ugye a kiválasztása a karikagyűrűknek. Ott mi a trend, mifelé megy modern, a dolog? Modern világot élünk, és a modern technika is segít a fiataloknak. Elsősorban a letisztultabb modern gyűrűk, amik ezen a tálcán láthatóak. Egyszerű vonalvezetés, matt fényes felületek, a színekkel rettentő sokat lehet játszani, úgymond. Akár mondjuk ez is, ugye, ami... Így van. Jellemző, hogy a női gyűrű köves lesz, több vagy kevesebb, ez is elsősorban a hölgy ízlésétől vagy stílusától függ. Van, aki a kevésbé köves, szolid verziót választja, van, aki viszont minél többet, amennyi csak lehet, hát persze itt majd a méretigazítás szab határt, maximum a feléig rakjuk a kövekkel a gyűrűket azért, hogy később, mert hát változunk, a gyűrűn is lehessen majd változtatni. Ezek a gyűrűk egyébként nagyon tartósak, a használat után szépen helyre lehet hozni, akár 10-20 év múlva is egy új gyűrűt lehet belőle varázsolni. Akár mondjuk egy polírozással. Egy polírozás, a matfelület újramatításával, akár némelyik fazonnál ródium díszítés van a fehér arany részén, azt is újra lehet tenni, és ezért lehet teljesen új gyűrűt visszakapni. Nagyon sokan azt mondják, hogy törekszünk arra, hogy nem feltétlen költekezzünk ugye az esküvő szervezés szempontjából úgy, hogy mínuszba forduljon esetleg a bankszámla, és azt mondja, hogy hát ahol csak tudok, esetleg csalok egy kicsit, és mondjuk a gyűrű kiválasztásánál nem aranygyűrűt választ, hanem mondjuk titániumot, arany bevonattal, viszont ez ugye lekopik, sötét szürke lesz, nem úgy mutat már a kézen. Mi erről a véleményed? Ez nem tartós érték, inkább divat. Tartós érték az arany azért is, mert később alakítható, ahogy beszéltünk, ugye, hogy változunk. Az arany az alakítható, változtatható a mérete később. Az acél, vagy wolfram, vagy egyéb más fémből készült dolgok nem. És ezért ez már nem fogja megérni a aranylakodalmat, az biztos. Akkor te is azt mondod, hogy inkább legyen tartós és megfelelő nemességű az persze, a gyűrű. A befektetett érték azért az megtérül, az arany azért értékes, mert egy olyan fém, ami akár egy egész életen át hordható, megfelelő szakember segítségével később is gyönyörködhetünk benne, nem kell utána félretenni és egy másik után nézni.
Sokan választják a gravírozást, akár mondjuk a gyűrű belsejébe, vagy akár kívülre is. Ez mennyire divat mostanság, illetve mennyire tud tartós lenni egy gravírozás? A gyűrűk belsejébe mindegyikbe lehet vésni, ez kézzel történik nálunk, és egy nagyon személyes jelleget ad a gyűrűnek, mert az a gyűrű már csak a viselőjé, és nincs igazából arra trend, hogy mi kerül bele, mert a ügyfeleink nagyon kreatívok. Tehát a név és a dátumon kívül minden más szóba kerül, volt már GPS koordináta, volt már vers idézettől kezdve, olyan, amit csak ők értenek, és ők tudnak, hogy mit jelent, mi pedig csak megvalósítottuk. A gyűrű külsejében, mivel a gyűrű az kopik, kevésbé célszerű vésést, viszont lehet marást beletenni. A mar gyűrű az... meg is mutattam, hogy hol van. Az nagyon mélyen van belemarva, ezáltal, hogyha később polírozzuk a gyűrűt, akkor az ugyanúgy benne marad. Ez egy különleges számítógépes maróval készül, a gyűrű belsejét akár más színaranyjal lehet dekorálni, és ez is egy tartós, később is nagyon jól mutat. Sima sárga arany, fehér arany, ugye, ami teret hódít, így kezdtük szinte a beszélgetést, de van a vörös arany vagy rozé arany, az mennyire divat manapság? Nagyon divat, sokan választják ezt a színt, persze nem önállóan, hanem valami mellé. Elsősorban a fehér aranya kombinált rozé arany az nagyon kedvelt. Vannak olyan gyűrűk, ugye, amiben nagyobb rész az egyik szín, és kevesebb rész van a másik színből. Na most ezzel lehet játszani, hogy melyiket erősítsük. Aki nagyon szereti a rozét, akkor azt lehet túlnyomó részt alkalmazni, egy másik szín csak dekoráció, viszont van, aki a fehér arany mellé csak egy kicsi vörös aranyat választ, és ezáltal jelen van ugyan, de nem nyomakodóan, nem tolakodóan. Milyen kérdésekkel keresnek fel titeket a leggyakrabban amúgy a párok, hiszen most rengeteg felvetés elhangzott tőlem is, de mi az, ami érdekli őket leginkább a gyűrűkkel kapcsolatosan? Hát jellemző ez, hogy hol viseljük, és hogy melyik a tartós, ez nagyon szempont, mert aki tervezi a házasságot és az oltár elé lép, azért hosszú távra tervez, és ezt a gyűrű követi, jó esetben akár majd a aranylakodon egy új gyűrű, ugyan az újukra kerül, de a régi még mindig megvan. Tehát elsősorban ezek, és a kövek, ugye persze mindenki fél a kövektől. Na most azt hogy elpotyognak, mondani, vagy kiesnek. Igen, hogy ezekbe a karikagyűrűkbe is belemerjük tenni a gyémántot, és azt nem szeretné senki, hogy elveszten, mi ugye garanciát is kell, hogy vállaljunk rá, ezért ezek nagyon biztonságosan kézzel vannak bele foglalva, és ettől nem kell félni, ugye a gyűrű belsejében teljesen belje van építve a kő, nem áll ki, nem akad, és hogyha vigyázunk a gyűrűre, megfelelően hordjuk, akkor az tartósan benne is fog maradni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad Attila a meghívásunkat, mi végeztünk a Weekend első részével, hamarosan jön a második rész, és a híradó után maradjanak velünk továbbra is.